A város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! A Mecsekalja Szentlőrinctől Orfűi kistérség polgármesterei, vállalkozói vettek részt azon a találkozón, melynek témája a vidékfejlesztés volt. A szakemberek számba vették azokat az ötleteket, feladatokat, amelyeket a következő két évben szeretnének megvalósítani. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt SZAPART pályázatok elsődleges célja a vidékfejlesztés, a kistérségek helyzetének javítása. A jövőre induló és 2007-ig tartó program alapvetően Európai Uniós forrásokból juttat a pályázóknak fejlesztési támogatásokat. A felhasználható keretösszeg évente csaknem 10 milliárd forint. E hatalmas forrás mind hatékonyabb kiaknázására szerveztek tanácskozást Cserkúton. A SZAPART térségfejlesztési program keretén belül 16 önkormányzat részvételével folyik egy ilyen 4 műhely munkából álló rendezvénysorozat. Ez az amerikai gyorsreagálási programként jött be az országba, ez is egy térségfejlesztés, és ebben a 4 műhely munka során projekt ötleteket próbálunk szerkeszteni, kialakítani, amivel a későbbiekben pályázni lehet a SZAPARTra, ahol a pénzt meg tudjuk szerezni ahhoz, hogy ezeket a projektek megvalósításra kerüljenek. A térség településeinek polgármesterei ötletbőrzén javasoltak projekteket. Nagyon sokan itt a turizmusfejlesztésre voksolnak, és azokon belül ötletek itt a lovas turizmustól, kezdve a gyógyturizmuson, hát itt beleértve a termálvíz hasznosítása, ami Orfű térségében van, Szentlőrinc térségében. Nagyok az infrastruktúrális hiányosságok, tehát útépítés, gáz, a megoldása, amiket itt láttam, projektötletek. A házigazda település Cserkút is sokat vár a programtól. Szeretnénk itt a falusi turizmus kapcsán még minden olyan dolgot, ami faluképileg és egyébként szükséges megépíteni. Erre természetesen kívánnánk pályázni, és sportpálya, tó, sétálópark hozzá, utak, házakhoz bejárók, kispada a házak elé, hogy régen volt, és tulajdonképpen vissza van még a templom felújítása. A pályázatok beadási határideje október 20-a, így talán már jövőre kézzelfogható eredménye lesz a SZAPART programnak. Városunk vendége volt Lawrence Milov, a Nyugat-Virginiai Tudományos és Technológiai Tanács elnöke. Látogatásának célja az volt, hogy tájékozódjék a város gazdasági helyzetéről és a további együttműködés lehetőségeiről tárgyaljon. A hátrányos helyzetű bányászati profilú régió sikeres szerkezet átalakításában szerzett már hatalmas tapasztalatot Lawrence A. Milov, amerikai szakember, aki az MPA Regionális Kutatások Központja, valamint Pécs város önkormányzatának meghívására érkezett városunkba. Innovációs központot igazgat, amelyik West Virginia, Nyugat Virginia egész területét átfogó fejlesztéseket célzott meg 1993-as alapításakor. Az amerikai-magyar közös fejlesztésű TECOM projekt keretében érkezett Magyarországra, és ennek mi vagyunk a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja képviseletében a pécsi HOSZ szervezetei. Külön kérésük volt, hogy Budapesten kívül szeretnének olyan partner településsel, közepes nagyságú magyar várossal megismerkedni, amelyeknek hasonló gazdasági problémáik, szerkezetváltási lehetőségeik vannak, mint West Virginia északi részének. Az amerikai társaság jelenleg 195 nagyvállalattal van partner kapcsolatban, és emellett mintegy 300 kis- és középvállalkozást támogat. Előadásában a Nyugat-Virginiai Kormányzó Tudományos és Technológiai Tanácsának elnöke elmondta, hogy pécsi látogatásának fő célja a két térség hasonlóságából fakadóan a tapasztalatok átadása a most megalakult Pécsi Innovációs és Technológiai Központnak, a helyi gazdaság megismerése, valamint az oktatási és szakképzési programok terén való együttműködés. Immár egy éve, hogy Pécs új testvérvárosainkról elnevezett terekkel lett gazdagabb. A hétvégén Pécsel tartózkodott Friedrich Wilhelm Kiel, Felbach főpolgármestere, aki tavaly nem lehetett jelen, ám ez alkalommal jelképesen ismét felavatta a városáról elnevezett teret. Bár a tábla éppen egy éve díszíti Pécs belvárosának egyik legszebb részét, a német testvérváros főpolgármestere Friedrich Wilhelm Kiel úr csak az elmúlt hétvégén adta át hivatalosan is Pécsnek a Felbach teret. A két város kapcsolata egy olyan időszakra nyúlik vissza, amelyben a két ország még szinte két külön világnak számított.
Felba és Pécs testvérvárosi kapcsolatában az a különleges, hogy 14 évvel ezelőtt köttetett, 1986-ban, amikor még teljesen más politikai viszonyok voltak. Akkoriban ezzel megnyíltak a kapuk a pécsi polgárok számára. A két város kapcsolatának egyik fontos eleme, hogy személyes ismerettségek is létrejöttek, illetve hogy humanitárius együttműködések fűzték szorosabbra a viszonyt. Dr. Toller László nyitó beszédében utalt arra, hogy a terek mit is jelentettek a múltban, olyan helyet, ahol az emberek megpihenhettek és főként találkozhattak. Ahogy a Felbach téren jelképesen találkozik két város, két nemzet, két kultúra. A Társadalmi Egyesülések Szövetsége által rendezett háromnapos konferencia vendége dr. Hámori József kulturális miniszter, aki a művelődési házak és egyéb kulturális intézmények jövőbeni működéséről és szerepéről mondta el a tárca álláspontját. A civil szervezetek életével, működésével kapcsolatos háromnapos Pécset megrendezett konferencia szombati zárónapján a kulturális intézmények, művelődési házak jövőbeni működése és az európai integráció civil szervezeteket érintő kérdései voltak napirenden. Dr. Hámori József kulturális miniszter felhívta a figyelmet arra a revitalizációs programra, amely ebben az évben indult el. Ennek pontosan az volt a célja, hogy az utóbbi években gazda nélkül maradt vagy funkciótlanná vált művelődési házakat újraélessze. Önkormányzatok pályáztak, ebben az évben 73 ilyen pályázat, nyertes önkormányzat volt. Szeretnénk, sőt nagyon fontosnak tartanánk, hogy a civil szervezetek bekapcsolódjanak ebbe a pályázati rendszerben. 2000-re egyébként megduplázok ezt az összeget, 200 millió forint lesz a művelődési házak újraélesztésére szánt összeg, és közösen a civil szervezetek és az önkormányzatok közösen pályázzanak. A miniszter úr utalt arra is, hogy egy ország társadalmának három pillére van. Az állam, az önkormányzatok rendszere és a civil szervezetek. Sajnos azonban Magyarországon ez utóbbiak még elég szétziláltak ahhoz, hogy az összhang megvalósuljon. Ezért fontos ez a konferencia, hiszen a TESZ összefogja a már működő civil szférát. Fontos az is, hogy a már működő szervezetek igazodni tudjanak az EU által támasztott követelményekhez. Tulajdonképpen kétféleképpen kell felkészülnünk. Egyrészt meg kell ismernünk minél jobban már a csatlakozás előtt is, hiszen most is vannak támogatási lehetőségek, de még inkább a csatlakozás után még meg kell ismernünk jobban, hogy hogyan működik ez a rendszer. Másrészt minél inkább meg kell erősödnünk azért, annak érdekében, hogy ebben a rendszerben hatékonyan tudjunk működni. Nemzetközi konferencia helyszíne a Magyar Tudományos Akadémia székháza. A vérzékenység, valamint a trombóziskészség legmodernebb kezelésének módszereiről és az eredményekről tanácskoztak a városunkba érkezett német, norvég és magyar professzorok. A Magyar Hematológiai és Transfúziológiai Társaság a rendezvényen tiszteletbeli tagjává választotta Falco Hermann német professzort, akit kutatási eredményeit figyelembe véve fogadott soraiba a társaság. A Baranya megyében működő célszervezetek iparüzési adó aluli mentességéről tárgyalt a Gazdasági Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság. A megváltozott munkaképességűeket 70% feletti arányban foglalkoztató célszervezetek kérik a felmentést. Az összeg, melytől iparüzési adócímen elesne a város, körülbelül egyenértékű a jövedelempótló támogatás összegének csökkenésével. Ezt követően a bizottság zárt ülésen folytatta munkáját, melyen a Pécsi Fürdő Kft. Középtávú üzleti tervéről esett szó. A Pécsi Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet csatlakozott az Európai Örökségnapok rendezvénysorozathoz. Hasonlóan a szerte a világban működő 46 társintézményhez, itt is bemutatták az intézet gazdag fajta gyűjteményét, és a Kárpát-medence ősi szőlőfajtáival is megismerkedhettek az ide látogatók. Idén a Pécsi Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet állomása is csatlakozott az Európai Örökségnapok rendezvénysorozatához. Ez alkalommal az intézet 4 hektáron fekvő 1200 szőlőfajtából álló genetikai gyűjteményét, illetve az ezen belül található csaknem 100 olyan szőlőfajtát tekinthették meg a látogatók, melyet őseink 1000 éven át termesztettek a Kárpát-medencében. Ezek a fajták roppant érdekesek, gazdaságosan termeszthetők, kitűnő cukortermelők, és a beltartalmi értékek azok olyanok, hogy megütik a nemzetközi színvonalat. Hőgyészről, Szakályról, Kurdról, Dombováról is jöttek szőlőtermesztők. Az alma királyként emlegetett Furulyás Demeter tapasztalat cserére érkezett. Azért jöttem el, hogy tapasztalatokat szerezzek, és akarok még telepíteni újabb fajtákat, hogy megmutassam, hogy
én is el tudom érni az eredményt, mint a kutatóintézet elért. Dr. Németh Márton, a Szőlészeti és Borászati Kísérleti Telep első vezetője is felismerte a genetikai elszegényedés veszélyét. Éppen ezért támogatta és segítette 1952-ben az intézet területén a génbank létesítését. Kiemelkedő évfolyam végzett az idén a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. A szombati avatás ünnepségen az eddig megszokottnál többen vehettek át summa cum laude diplomát. Idén 180 doktor jelölt mondta együtt az orvosi fogadalmat. Igen, jó érzéssel mondom, hogy az ország legnehezebb egyetemén, tehát egyáltalán az orvos egyetemen, amely a leghosszabb is egyúttal, hihetetlen hosszú tanulási folyamat és nagyon komoly megmérettetések után, ez az évfolyam az utóbbi 10 évben tulajdonképpen kiemelkedő. 109 hallgató cum laude, 31 hallgató summa cum laude eredménnyel végzett a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Közel a fele a végzetteknek Pécsen tud elhelyezkedni, de hát a környező megyei kórházak, Pécsi megyei kórházba, meg az egyéb kórházakba is egészen kiváló lehetőségeik vannak, úgyhogy válogathatnak. Csernus Balázs Valér kapta idén a legjobb tudományos diákörű munkát végzőnek járó dr. Mestyán Gyula díjat. Tudományos munkámat a Patológiai Intézetben végeztem dr. Matolcs András vezetésével, ahol nyirokcsomódaganatokat tanulmányoztunk, és olyan módszereket volt célunk kifejleszteni, amikkel ezek a daganatok diagnosztizálhatóak. Csernus Balázs Valér az Egyesült Államokba utazik, mivel New Orleansban kapott állást. Katarina a legjobb eredménnyel végzett női hallgató visszatér szülőhazájába, Görögországba. Először gondoltam, hogy gyermekorvos, de most lehet, hogy nőgyógyász, egy sebészorvos vagy belgyógyász. Az új végzettek új rendszerbe, úgynevezett rezidensi típusú elindított rendszerbe kezdik el a működéseket, ez azt jelenti, hogy az Európai Unió normáinak megfelelő szakorvos képzési folyamatba lépnek be. A város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját a Pécs TV híradóját látták. Rövidesen lapelőzetessel, majd időjárás jelentéssel folytatjuk műsorunkat. Maradjanak velünk! Kedden a Dunántúli naplóban. Szekszárd egész területén ebzárlat van. Vasason is volt nemrég, miként Somogy néhány településén is. A szakemberek szerint nincs szó arról, hogy a veszettség járványként terjedne. Azért legyünk óvatosak, főként a macskákat ne érintsük. Egészségügyi centrum Pécsett. A régió legmodernebb komplex egészségügyi szolgáltatást nyújtó centruma jöhet létre hamarosan a Pécsi Orvostudományi Egyetem, a Honvéd és a Megyei Kórház együttműködése révén. Az egységes kezelésű intézmény jelentős EU támogatásokra is számíthat. Mint a Dunántúli napló megtudta, a szaktárca tervei szerint a jövőre kiépítendő sürgősségi betegellátás rendszerének dél-dunántúli centruma is ide kerülne. Baranya baleset veszélyes útszakaszairól is olvashatnak az érdeklődők a keddi Dunántúli naplóban. Még egy negyed év van hátra az évből, de az utakon már közel annyian vesztették életüket Baranyában, mint tavaly 12 hónap alatt. Épp egy hete számoltunk be arról, hogy 43 halálos sérülés történt a közutakon. Most azóta még hárman váltak a száguldás és a figyelmetlenség áldozataivá. Mindenről részletek a keddi Dunántúli naplóban. Folytatódik az átlagnál enyhébb őszi idő. Hazánk időjárását a nyugati áramlatokkal érkező meleg levegő határozza meg. Éjszaka közepesen felhős lesz az égbolt, a nyugati szél mérséklődik. Hajnalra a hőmérséklet 13-15 fokig csökken. Reggelre pára és kötképződésre kell számítani, napközben többnyire derült idő várható. A délnyugati, nyugati szél mérsékelt marad, a hőmérséklet csúcsértéke 24 és 26 fok között alakul majd.